Megjelentek a Nemzetpolitikai Államtitkárság szülőföldön magyarul programjának idei felhívásai. A program részleteiről Potápi Árpád János a miniszterelnöksége nemzetpolitikáért felelős államtitkára tartott sajtótájékoztatót Budapesten. Az államtitkár kiemelte, a program célja, hogy minden határon túli magyar gyerek magyar oktatási intézményekben tanuljon. A kutatások azt bizonyítják, hogy akik magyar intézményekbe iratják be gyermeküket, azok megőrzik az identitásukat, fejtette ki az államtitkár. Magyarország kormánya a háború okozta gazdasági helyzetben sem adta fel célját. Olyannyira, hogy 2023 elején a kárpátaljai magyar gyermekek és fiatalok részére egyszeri 100 forintos támogatást biztosított. A szülőföldön magyarul 2022-2023 program keretében az idei esztendőben a támogatás összegét 22.400 forint forintról bruttó 100 ezer forintra emelte a kormány, ami azt jelenti, hogy az összes régióban egy gyermek után ennyi támogatás igényelhető. A pályázati anyag már elérhető és letölthető a www.külhonimagyarok.hu honlapról. A pályázatokat postai úton várják, amelyre a jelentkezők számára 6 hét áll rendelkezésre. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, hogy a programokat sikerült kiterjeszteni a bölcsődétől a felsőoktatásig. Az elmúlt időszakban közel 900 óvoda és bölcsőde felújítása, illetve építése valósult meg. A 2021-es 2022-es tanévben több mint 210 ezer fiatal és gyermek részesült támogatásban.